Sziasztok! 2024. május 17-e péntek, lassan fél kettő lesz. Itt vagyok a budai Valmi Tesco-nál, és ahogy látjátok, csomagok összerakva, irány Görögország. Mostani úti cél az Stavros lesz, ez a Halkidiki félszigetnek keleti részén helyezkedik el. Aszprovátától délre kb. 6 km-re, és nagyjából egy vonalban fekszik Thesszalonikivel. Most várom a transfert, és akkor innen megyünk a Szegedi Virágpiacra, és ott felszállunk az emeletes buszra. 1 óra 40, meg is érkezett a transfer, ezzel megyünk föl Szegedig. Ez a transferünk belülről. Megérkeztünk a Szegedi Virágpiacra. Itt újra szép idő van. Bajánál esett az eső, és itt fogjuk most bevárni a turista buszokat. És van egy lényeges változás, annyi, hogy most nem az ibusszal fogok utazni, hanem ez alkalommal az Apollon Travellel, úgyhogy majd ne felejtsetek szólni, hogy a jó buszra szálljak. Na, elkezdtem cihelődni, Apollon Travel, ez lesz a buszunk. Ez az Apollon, de hogyha valakiben lenne egy kis hiányérzet, azért mutatom a jó öreg ibusz gépjárművünket is. Sziasztok! 2024. május 18-a szombat, reggel 8:30 van, megérkeztünk Stavrosra. És itt lesz rögtön az apartmanom, a kerékpár és a motor kölcsönző mellett. Elég kopott járgányok, ahogy nézem. És félreállok, már jönnek az autók, motorok. Mellettem van egy autó kölcsönző is. És 8 órakor érkeztünk meg reggel. Ami azt jelenti, hogy 15 órát tartott az út Szegedi Virágpiactól idáig. Ebben sajnos benne volt az is, hogy a magyar határátkelőn volt egy több mint 2 órás csúszásunk a nagy forgalom miatt. És ugye ehhez még hozzáadódik ugye a Pécs-Szeged transfer, ami szintén 2,5 óra volt. Mutatom az apartmant, itt kell bemenni. Tehát így néz ki ez a virágos ház. Van egy kis pavilon előtte. Az én lakrészem az a második emeleten lesz. Gyertek! Körbenézzünk kicsit. Milyen szép ez a muskátli. Ez már a második emelet. Itt van alattam az udvar, mutatom. Ugye innen jöttem fel. És milyen hegyek vannak itt. A kamera nem adja vissza, de van meredekségük. Na szóval, és akkor mutatom a szobát. Az enyém az a 7-es lesz, itt a folyosó végén. És íme. Nem túl nagy, de minden megvan benne, ami kellhet. 3 ágyos,
Kapcsolok azért egy villanyt a fény miatt. Három ágyas. Van egy gyerki, azt később mutatom. Itt a konyha rész, egy ilyen minimális felszereltségű konyháról van szó. Hűtőszekrény van, gázre, villanyrezsó is, viszont mikrohullámos ütő az nincs. És hűtő üzemel rendben van. Itt vannak az étkészletek. Már tányér, pohár. Van egy szagelszívó, egy pára elszívó és egy pár edény. Mutatom kicsit távolítva is a konyha részt. Mellette közvetlenül a fürdőszoba ajtaja és a folyosó, ahol bejöttem. Van egy lapos tévé. Mellette van ugye a légkondi, külön díj ellenében használható. És egy fontos információ még. Az idegenforgalmi adó szobánként 2022 óta fél euróról másfél euróra változott, úgyhogy aki egy hetet tölt itt lent, annak 10,5 eurót kell kifizetnie szobánként. Ez mondjuk engem is meglepett, ez nem csak itt Stavroson van, hanem egész Görögország apartmanjaira jellemző ez az új idegenforgalmi adó. És akkor nézzük meg a fürdőszobát is. Előre felkapcsoltam a villanyt, mondjuk itt sincs túl sok fény, töröl között tartó, ez már pozitív. Egyszerű kis fürdőszoba zuhanyzóval. Csap, kézmosó, tükör. Sziasztok! És akkor jön a legszebb része a szállásomnak, ez pedig a tengerre néző balkon. Ez itt a kert. Ellátni egészen Vrasznáig, az ott ne a Vraszna főjebb pedig azt próbálta. Az erkélyen itt vannak fönt ugye a légkondik, asztal, három székkel, meg egy sportszék van hozzá. És akkor egy fontos kérdés, mennyi volt az annyi? Ide készítettem a szerződést, ugye az Ibusznál kötöttem, függetlenül attól, hogy Apollonos, náluk is meg lehetett rendelni az utazást. Ez összesen 84.810 forint volt, így hogy egy személlyel utaztam, és a részvételi díj az 73.340, ugye ebben benne van a nem létező második utastárs is, akkor a pécsi felszállási díj, az ugye a transfer, Pécs-Szeged, oda-vissza 9000, volt egy Storno biztosítási díj, és a vége az 84.810 forint, úgy, hogy ez az előszezonnak a legelső útja. Tehát ahogy ide értünk fél kilenckor, rögtön el is foglalhattuk a szállást. Itt volt az idegenvezető hölgy, és elmondott pár információt, többek között azt is, hogy ez az első hét, ezért még fakultatív kirándulások nem indulnak innen Stavroszról, majd csak a második héttől, illetve megkérdeztem a csapvíz elvileg ihatóit. De azért én javaslom az ásványvizet, abból baj nem lehet. És a fontos infó már eszembe is jutott. Az idegenvezető hölgy mondta, hogy nagyon vigyázunk a napsütéssel, mert tavasszal 5-ször erősebb, mint egyébként, és javasolta az 50-es naptej használata, főleg ezek a 11 és a délután 3 órási időszakban. Most van 9 óra 22, amit Görögországban 10 óra 22, hiszen egy órával itt előrébb jár az idő. Kicsit pakolászok, aztán elmegyünk le körbenézni. És kijöttem a Marianti apartman elé, és az ott fölül az én lakrészem, másodikon a szélén. És most nézzük meg a tengerpartot. Tényleg nincs messze innen a part, körülbelül egy ilyen 40 méterre lehet az erkélyemtől. Látszik, még nem indult be a szezon, ezért nincsenek is még fakultatív utak, ami részben ugye előny is, meg hátrány is. Hátrány, mert ugye nem tudunk most hajókázni, viszont talán nem is lesznek olyan sokan, nem lesz annyira zsúfolt a város. Először járok Stavroson, úgyhogy ez még nekem is teljesen új. Majd véleményt kicsit később mondok, így Szártival összevetve, de ezt a partot látva meg kell, hogy mondjam, már Szártinál van a pont.
De nekem ez így is tetszik. Végre itt a tenger. És ha hátrafordulok, innen látszik is az apartmanom. Abban az irányban a szélső. Ezen a részen azért látok itt-ott eldobálva kisodorva szemetet, de valószínűleg nem ez a strand rész, hanem az egy kicsit ott előrébb lehet. Mindegy, most van idő, körbenézünk. Totál előszezon van, szinte üres még minden. Ezek a beach bárok is mind panganak. Átmegyek ezen a hídon. Valami befolyó, átfolyó, hátrébb is egy híd. A tenger iránya. Hát nem túl tiszta ez a csatorna. És egy eldobált zsák szemeteket azért látok bent. De erre már egy szép beach bar van. Nem a Holdon vagyok. Traktor nyomok itt a homokban a tengerparton. Kikötő az balra van, az irányban talán még látszik is, majd bejárjuk azt a részt is. Kíváncsi vagyok itt a partra, hogy mennyire tiszta, és már közelítünk a strand részhez. Valaki pecázik, valaki napozik, de valószínűleg még hideg a víz fürdéshez. Itt már valamivel tisztábbnak tűnik, legalábbis a part rész. Panga part az ürességtől, felváltva kavicsos és homokos. Mondom, vannak benne azért itt-ott kis szemetek, hogy tényleg is strandpapucsal kell bemenni. És visszatérve az apartmanra, 12-en vagyunk összesen szálló vendégek, magyarok itt. Tengerpartot illetően valóban Sartié a pont. Ezelőttem a kikötő rész, és lehet látni, hogy Stavros házai egészen a hegy közepéig kiépültek, fölfelé az emelkedőn. Onnan is szép kilátás lehet. Életképek Stavrosról. Vannak itt szép modern építésű apartmanok is. Ezt se néz itt ki rosszul a sarkon. Meg ott a levendula, pálmák telepítve. Fanny Luxury Apartment. Ide jönnek a suskások. Ez a szép a tavaszban, a májusban. Itt is virágzik ez a növény. Végig sövény itt a befolyó csatorna mentén, ilyen kellemes édeskés illatot árasztanak. Tengerpart. Ebből az irányból jöttem, és most visszaballagok az apartmanomhoz, ami itt van velem szemben. Visszaértem a ház sarkához. Lábmosó tengerpart utánról. Nagyon szépek a növények ezekben az amfórákban. És itt az udvar rész. Az előbb voltam a sarki kisboltban, hoztam ezt a 6 darab másfél literes ásványvizet. Ez így együtt volt, nem egészen 1,7 euró. Mindjárt mutatom a boltot is. Ez már indultam a bolt felé, tényleg tűz a nap rendesen, be is kentem magam 50-essel.
itt a kerékpár volt, ide is bekérdeztem a kerékpár kölcsönzőben, ugyan még nem nyitott ki, mert nem indult el neki a szezon. Mondtam, hogy viszont nekem kéne valami kerékpár, per pillanat nem volt neki semmi használható, összerakott, vagy még nem hozta le őket, nem tudom. És abban állapodtunk meg, hogy egy ilyen fél hétkor majd visszanézek, és akkor valamit hoz. Aztán majd meglátjuk, mert bringa az a helyzet, hogy kéne, mert ugye fakultatív nyaralás nincsen, és kerékpárral meg sokkal mobilisabb az ember, tudok szervezni kirándulásokat magamban is. Na és akkor láttátok, ennyit jöttünk, körülbelül egy 40 métert, és már is itt van a sarki kisbolt, innen hoztam az ásványvizet. Közvetlenül itt a 4-es kereszteződésben a focipálya sarkáról. Ja, a kosárlabdapálya, bocsánat. Ez itt a kosárlabdapálya, itt van egy park, tenger háttérben a kikötő, és ez volt az a sarki market. Közben csodálom ezeket a gyönyörű szép nagy datoja pálmákat. Nem gondolkodok, hogy hány éves lehet egy ilyen. Lehet, hogy 50? Nem tudom. És lassan elmegyek a kikötőhöz. Megnézem a hajókat. Szél az fúj rendesen. Nincs ez a gatya rohasztó meleg, körülbelül egy ilyen 22-23 foknál nem lehet több, viszont a nap az tűz. Annak ellenére is, hogy egy kicsit ilyen páráskás az idő, ahogy látjátok. Akkor reggel jöttünk 6 órakor, akkor a köd volt Észak-Makedónia felől, hogy ez valami csúcs. És helyi életképek. Öreg kis halászbárkák ringatóznak a vizen. De akadnak itt nagyobb hajók is. Például ez is itt. És még áll egy-kettő. Ahogy nézem, itt éppen most volt mosás. Kint vannak a nadrágok, pólók száradnak. Látjátok a kipufogó csöveket? Itt vannak a hálófölszedő hengerek, vagy dobok, vagy mi az. Ekkora halászbárkát nem is láttam. Mire mennek ezek? Bálnára? És keresem az apartmanomat. Szemből ott lehet. Szerintem az ott. És kint vagyok Stavros hullámtörőjén. És ahogy nézem, hullámtörőtől jobbra is van egy partszakasz. Megnézzük, ennek milyen a minősége. Az elején kavicsos, aztán kezd váltani homokba, de inkább fogjuk rá, hogy ez a vegyes, ez a kavics és homok együtt. És szemetet itt is látok, egy hordalék, amit kihordott a víz. A sodrás. De azért nem egy rossz part, ez azért eléggé egyenletes, eléggé puha itt a homok. Egy kis apró kavics van itt, és nincs is annyi szemét. Ez még jó jöhet is strandolásnál, fürdésnél. Gyönyörű a víz. Ezek a színátmenetek. Üdv a partról! Itt sétáltam végig a parton. Gyönyörűek a hegyek a háttérben. Hullámtörő vége. Itt megint más színe van a tengernek. Sokkal sötétebb. Már van mélysége a hajók miatt. És Stavros nem csupán csak ezen a tengerparti övezeten fekszik, hanem hogyha hátrébb nézünk, abban az irányban, akkor azon a kis dombon ott a hegyek lábánál is egész odáig kinyúlik. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy talán
A hullámtörőtől jobbra eső rész, ez egy sokkal szebb tengerpartos övezet. Na de majd az elkövetkező napokban úgyis azon leszek, hogy próbáljak szép helyeket keresni és bejárni ezt a területet. Remélem kerékpár is lesz. Számomra megunhatatlanok ezek a datolyapálmás parkok. A platánfa jól megfér együtt a datolyával. Helyiebbek, ők is hűsölnek, nem szeretik ezt a meleget. A kutyus itt elheverészik a hűvösben. Hajókikötő mögött vagyunk. Szép épület, szoborral az előtérben, és itt folytatódik a park. Szemben a tenger, itt valami régi vidám parkrész Dodge-emmel, és a túloldalon van egy nagy tér, és itt találhatunk egy ATM automatát. Központi részen helyezkedik el, még a tengerparttól is látni. És itt a kettes főút mellett a park ugye ott van, annak a túloldalán, itt egy sétáló utca tavernákkal, üzletekkel, bazárokkal. Éttermeken meglátszódik az előszezoni készülődés, pakolják ki a székeket, az asztalokat, jövő héten indítják a szezont. És üzletek árulnak itt a papucstól, nadrágtól, pólóig kezdve mindent. Elkezdtem gyalogolni hátamban a tengerparttal, a hegy irányában. Keresztül kasul mindenhol ilyen szövevényes kis utcácskák. Milyen magasra futott föl ez a növény. Pompásan virágzik. Egyszerűen csodás. Egész a legfőső szintig elment. És itt vannak a füsti fecskék. Lentről jöttem a tengertől, és megérkeztem Stavros első kis templomocskájához. Harangláb mellett van egy kis kápolna, és be is pillantok. Égnek is itt a gyertyák. Csertesség. Kicsit feljebb kerültünk a város zajától. Ilyen szép leánderek, olajfák. És följebb itt is van egy templom. Utcán felfelé haladva megérkeztem a következő templomhoz. Egyben egy temető is van mellette. Csertesség. Harangtorony alatt is van egy szentély. Bepillantunk. Csertesség. Innen jöttem, szemben a tenger, és folytatom az utamat fölfelé a hegynek. Ti nem biztos, hogy látjátok, de ott a ház teteje fölött a távolban, innen egy jó 200-300 méterre van egy kápolna, egy keresztel, itt villog a zászló. Ha sikerülne oda menni, akkor onnan egy biztos szép kilátás nyíl a Stavrosra. Ha megpróbálok eljutni oda. Visszatekintés. Innen érkeztem, és megnézem erről az utcáról, hát ha meg tudom közelíteni azt a kápolnát. Milyen spanyol stílus. Jaj, itt is a szép olajfák, leander virágzik. Csak abba az irányba megyek, ahol a legmeredekebb. Most épp egy szép fügefa alatt bandukolok. Igaz, cica?
Olyan macska választék van itt. Az jó, akkor nincsenek utcakutyák. Az már haladás. Nézzétek, milyen szép udvar. És szerintem ez a felirat mutathatja a kápolnához vezető utat. Már csak azért is, mert ez tart torony iránt fel a hegyre. Jó helyen járok, kérdeztem. Erre kell menni tovább, itt az oldalban van ez a sétány. Itt az étterem mellett. Látjátok ezt a szűkös fénycsapást? Ezen kell most fölmenni a kápolnához. Innen érkeztem a lépcsőtől, már vadregényesre váltott, újabb lépcső, és érkezem a kápolnához. És mögötte a kereszt. Csertesség. Szentképek, feszület, mécses tartók. Egy ikon, faragott ikon, és mutatom, mi van mögöttem. Stavros és az égei tenger. Itt a partszakasz a végén, és ahogy megyünk előre, Vraszna, Neavraszna és Asprovalta. Természetesen előtte Stavros. Mai hegymászás megvolt, köszönet a csodás időért, és akkor elindulunk szépen lefelé. Milyen jól látszik az a fő utca, ahol jöttem végig fel a parttól, és még a hullámtörő is látszik a távolban. Na hát akkor menjünk le a városba. Szóval itt vezet le a lépcsősor. Hát én nem itt jöttem, mert nem tudtam, de legalább más úton megyek most visszafelé. Gyönyörűek olajfák végig. Ezek szegélyezik utamat. Leánderek, virágzó bokrok, olajfák, mediterrán utca részletek. Hangulatosabbnál hangulatosabb kis utcák. Érdemes bejönni ilyen helyekre is, nem csak a tavernák mellett menni, a főúton, part mellett. Így élnek itt a helyi görögök. Nézzétek, van itt tér is, be van tárazva a fa is. Ilyen mediterrános. Tető is. A vastagon virágzik a leánder. Ez az igazi hazája. Itt jól érzi magát. Hatalmas ez a bokor is. Festékes dobozba dúsan növények ültetve. Vissza is érkeztem a főúthoz, ami lefele visz a partra. Itt jöttünk fel. Ilyen hatalmas fenyőfák. És a mögöttem lévő kápolna, ahol fönn voltunk most a hegyen, az a parttól gyalog szerintem egy olyan 2 kilométernél nem lehet több. Visszaértem a fő sétáló utcára. És ezért mutatok egy pár árat. Kezdődik a sétáló utca, és balra előttünk rögtön a part, illetve a hullámtörő. Közben én visszértem az apartmanba, és meg kell, hogy mondjam, itt járkáltam Stavroson belül. Nem láttam más kerékpár kölcsönzőt. Bízom benne, hogy itt össze tudnak majd dobni valamit, szajgát.
és egyszer fölmegyek, aztán majd fél hétkor elmegyek, megnézem őket. Hát gyerekek, kijöttem a partra, mert egy kicsit most el vagyok keseredve, voltam a Bringa kölcsönzőnél. Fél hétre megbeszéltünk egy időpontot, hogy hoznak nekem egy biciklit. Hát, nem forgott normálisan a kereke, szorultak a fékek rajta, az ülés le volt teljesen hajolva, nem lehetett visszacsinálni, leszette, elkezdtek köszörülni, nem lett jó, bedobta az ülést a kukába. Közben én néztem a biciklit, az első váltója már nem jól működött, össze-vissza ment, szóval rendben, hogy le van harcolva egy Bringa, ütött kopott, de azért ne szoruljon a kereke, jó legyen a váltója, jó legyen a féke, és az ülés is azért megfelelően állítható legyen, tehát ennyi elvárás van. Úgyhogy abban maradtunk, hogy hát így nem fogom elvinni ezt a Bringát. Ha nem lesz bicikli, akkor marad a gyalogtúrázás. Nem tudok jobbat egyszerűen, a fakultatív utak még nem indultak be, úgyhogy valamivel el kell ütni az időt mindenképpen. Nem az a baj, ha egy bicikli ütött kopott, hanem az a baj, amikor funkcionálisan nem működik. Tehát úgy nem fogok tudni hegyi túrázni, hogy nem forog a kereke, mert beszakad, beszorul, bocsánat. Szóval erre még aludnom kell egy-kettőt, sajnos az üzlet így most nem kötődött meg. Egyszerűen van az a kerékpár állapot, amire azt kell, hogy mondja az ember, hogy nem. Ja, és ugye azt még hozzátenném, hogy megkérdeztem tőlük, hogy ez a legjobb kerékpárotok? Azt mondták, hogy igen, ez a legjobb. Ez a legjobb, amiük van. Milyen lehet a többi? A motor pedig ugye a moped bérlés az egy napra 20 euró kapásból. Na, hát ez a helyzet, így röviden. Most kicsit sétálunk. Hogy lesz-e kerékpár vagy nem, ezt még én se tudom. Ha majd a folytatásból kiderül. Nem vagyok elkeseredve, gyalog túrázni mindig lehet. Motorbérlés az sajnos nem jöhet szóval, mert a jogsit otthon hagytam. Na mindegy, ezt kell majd valahogy így megoldanunk. A lényeg az az, hogy érezzük jól magunkat. Az időjárás az adott lesz hozzá, nem nagyon mond esőt a hétre. Na mindenesetre tényleg mára elbúcsúzok tőletek, és akkor majd meglátjuk, mi lesz a folytatásban. Ciao mindenkinek, sziasztok!